Az aradi vértanúk terén megrendezett városi eseményen a Széchenyi István Technikum igazgatója arról szólt, hogy a hazafiak áldozata nem volt hiába való. Az aradi 13 tábornokait bátorságuk, erkölcsi nagyságuk, a nemzeti függetlenségért folytatott küzdelmük és áldozatvállalásuk teszi számunkra, az utókor embere számára példaértékűvé. Gondolatainkban ott vannak múltunk ezen időszakának dátumai, eseményei. Az igazgatóasszony azt is kiemelte, hogy a tábornokok a magyar nemzet függetlensége érdekében vállalt harca és vértanúságuk a nemzeti egység szimbólumává vált. Példájuk inspirál minket, hogy hittel és elszántsággal harcoljunk céljainkért. Áldozatuk arra emlékeztet, hogy a szabadság nem magától értetődő, hanem újból és újból meg kell érte küzdeni. A szabadságharc bukása ellenére a nemzetben nem csak tovább élt, de tovább is erősödött a szabadság és függetlenség eszméje. Az eseményen elhangzott, hogy a véres megtorlásoknak 157 hazafi esett áldozatául, és sokan kényszerültek emigrációba, valamint több tízezer honvédtisztet közlegényként soroztak be évekre a császári hadseregbe. A külföldre menekültek közül többeket, így Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Perczel Mórt és Miklóst, Szemere Bertalant, Andrássy Gyulát és Táncsics Mihályt távollétükben ítélték el, és nevüket akasztófára szögezték. A Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum tanulói műsorra emlékeztek a vértanúkra. A 10. A, a 11. A és a 9. két tannyelvű osztályos tanulókat Baranyi Névince Ágnes és Vámosné Mannheim Judit készítette föl, Hegedűn Kaciba Ágnes tanárnő kísért.